A Ferences rend megalapítójára, valamint az állatok, a kereskedők és a természet védőszentjére, Assisi Szent Ferencre emlékezünk. A család nem luxus, Európa záloga. Ezzel a címmel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a vajdasági Pax Romana. A csantavéri plébános rendhagyó prédikációkkal készül, sőt, még pókembernek is beöltözik, ha ezzel közelebb tudja vinni az embereket Istenhez. Ezekről a témákról hallhatnak mai műsorunkban. Tartsanak velünk! Október 4-e Assisi Szent Ferenc napja a katolikus naptár szerint. Ebből az alkalomból beszélgetek Harmad Károly Ferences rendi atyával itt Újvidéken a Ferences rendház templomában. És elsősorban arról kérdezném, hogy Vajdaságban a Ferences rend jelenleg milyen állapotban van, úgymond hány atya teljesít szolgálatot itt a tartományban? Hát jelenleg az a tény, hogy rendkívül kevesen vagyunk, összesen 7 vagyunk a mi tartományunkból, ugyanis ezek a rendházak, amelyek itt találhatók a Vajdaságban, vagy pontosabban mondva Bácskában és Szerémségben, azok a Horváth Szent Cirill és Metód tartományhoz tartoznak, ami azt jelenti, hogy a tartományi elöljárónk is, tehát a felső feljebb való elöljárónk is ott van, míg az itteni rendházaknak az egyetemes gvardiánja, szándékosan használom ezt a kifejezést, mert Szent Ferenc gvardiánnak nevezi az elöljárókat, tehát nem úgy van, mint más rendeknél, nagyon sok helyen priornak nevezik az elöljárót, tehát az, aki első, vagy atyának nevezik, nálunk egyszerűen csak annak, aki felügyeli a testvéreket, aki odafigyel a testvérekre, aki ránéz, guardare a testvérekre. És hogy néz ki egy ferences atya napja? Amikor az ember egy ilyen rendházban van, mint itt, ahonnan több kezdeményezés ered, itt székel az Agapé könyvkiadó, az egyetlen szerbiai katolikus könyvkiadó bejegyzett, azután itt van a Bonaventurianum fiú kollégium, a templomnak a hívei is itt vannak, tehát gondoskodás, lelkipásztori gondoskodás az itteni hívőkről. Van egy ifjúsági énekkarunk is, amely több díjat is nyert, már szép föllépései vannak. Azon kívül innen származik, innen ered a Poverello alapítvány is, amelynek lurkóházai vannak, és hát itt van még a Domus Pacis lelki gyakorlatos imádságos házunk is Horgos mellett, úgyhogy van mit aprítani a tejbe, tehát feladat az bőven akad, és amikor azt kérdezik, hogy hát mit csinálok, vagy mennyit dolgozok, azt mondom, hogy hát annyit, amennyit magamnak megszabok, mert azért ezekkel a különböző tevékenységekkel mindig van valami tennivaló. El kellene tehát a segítség, tehát mondjuk lehet, hogy jó lenne, hogyha lenne itt még ferences rendi szerzetes. Van-e érdeklődés, vagy egyáltalán, hogyha valaki elhivatottságot érez az a fajta életmód iránt, amit annak idején Assisi Szent Ferenc hirdetett, akkor kihez fordulhat, vagy hogyan válhat valaki a rend tagjává? Hát először is bizonyára, hogy aki érdeklődik, az valamilyen módon, valamilyen forrásokból, vannak kiadványok is, vannak lehetőségek, találkozásra való lehetőségek is. Egy kicsit betekintést kell, hogy kapjon a ferencesek életébe, vagy miből is áll a ferences élet. Hát nagyjából azt meg lehet látni. Én azt hiszem, hogy manapság is vonzó az, ami engem is vonzott, az egyszerűség, amellyel a ferencesek viszonyultak az emberekhez is, azon kívül a kedvesség, a befogadás. Szent Ferenc ünnepét ünnepeljük, ő a környezetvédelemnek is a védőszentje, és azért az ő napja a környezetvédelem védőszentje, és ezt azért említem, mert ő még a teremtmények iránt is megkövetelte, hogy úgy viseltessünk, mint testvérek. Tehát nem csak, hogy egymásnak vagyunk testvérei, sőt, voltak, akik ezen vagy vannak, akik megbotránkoznak a kifejezésén, manapság pedig, amikor mindent negatívumra magyaráznak az egyházban, akkor, vagy az egyházzal kapcsolatban, akkor ez biztos, hogy még durvábban hangzik, azt mondja, hogy egymásnak vagyunk édesanyái és testvérei. Tehát egy ilyen családi légkört képzelt el a testvérek között,
Ez a légkör, a családi légkör ma is vonz az ember számára. Én hiszem, hogy látom, hogy a mai ember keresi a közösséget, csak nem tudja, hogy mit keres. Nincs tudatában, hogy azt keresi. És akkor elveszik a különböző területeken, elveszik akár a komputeredés, vagy ezek a modern kütyüknek a területén, vagy elveszik a saját munkájában, és nem döbben rá, hogy nem elégedett, de nem érte még, hogy mi hiányzik neki az életéből. Én úgy hiszem, hogy ez a családi légkör, ebbe bele van az ember teremtve. Társas lénynek vagyunk teremtve. Szent Ferenc ezt rendkívül hangoztatta. A testvériség az számára egy alapvető követelmény a ferences életben, tehát mindenkinek a testvére, és természetesen a vonzódás a ima élet felé, ima élet és elmérkedés, meditáció felé, ezek egy ilyen alapvető kiinduló követelmények, és utána a megfelelőség, tehát hogy valaki ezt valójában úgy érzi, hogy ez hivatás, mi azt mondjuk, hogy a ferences élet az egy hivatás, sőt Szent Ferenc alapján azt is mondjuk, hogy az egy életforma. Most Szent Ferenc üzenete, meg mindaz, amiről tulajdonképpen eddig is beszélt, tényleg nagyon aktuális a mai társadalomban, ez a közösségiség hiánya, az elidegenedés, a környezetvédelem. Tehát tulajdonképpen Szent Ferencnek ön szerint milyen üzenete van az egyszerű ember felé, vagy hogyan lehetne azokat, akik, ahogy ön is fogalmazott, keresik az útjukat a közösség felé, csak nem találják valahol útközben elvesznek. Tehát mi lehetne az a hívó szó, amivel őket meg lehetne szólítani? Én azt mondom, hogy a hívó szó az mindig ugyanaz, ami Szent Ferencet is megszólította. Ő ezt beletette a mi szabályzatunkba is, hogy nekünk Jézus Krisztust kell követnünk. Ő azért aktuális, mert közel volt Jézushoz. És én azt mondom, hogy minden ember, aki közel kerül Jézushoz, az vonzóvá válik, illetve vonzza a többi embert. Hiszen aki közelebb került Jézushoz, az megvalósította, vagy megvalósítja az ő evangéliumát. És az pedig, amit Jézus hirdetett, és amit ránk hagyott, az mind olyan üzenet, ami nekünk szól. Én azt hiszem, hogy a nagy gondunk abban van, hogy túlságosan el vagyunk foglalva külső dolgokkal. A mai ember már önmagával sem találkozik. Amikor megjelentettük a külön kiadásban, a hitéletben megjelent előszavakat, illetve bevezető írásokat, akkor azt a címet adtam ennek a könyvnek, hogy lélekvonzolás, mégpedig egy indián mese esetéből, ahogy a hajcsár hajtja őket, és hogy vigyék az ő poggyászukat, és akkor a végén aztán leülnek, erre a hajcsár föllázott, hogy nincs ilyen, mennünk kell tovább. Azt mondja, annyira sietünk, mondja az indián, hogy már elvesztettük a lelkünket, be kell várnunk a lelkünket. Tehát azt hiszem, hogy a mai ember is rohan a saját lelke elől, elrohant, nincs a lelke, nem érte úton a lelke. És ha ma valamit kellene mondani, akkor megint ezt emelném ki, az evangéliumot megvalósítani. Ott onnan jön a boldogság. Egyik munkatársam többször meg szokta említeni azt, hogy mikor olvassa a nekrológiumot, tehát az elhunytakat, az egyházi elhunytakat, akkor mindig, hogy az apácák 90, meg nem tudom hány éves korukban halnak meg, és mindig azzal van, hogy miért van ez. Hát világos, hogy miért van, mert megtalálták az örömet. Tehát olyan örömet, amely nem csak erre a napra szól. Azért az örömét le is kell mondani, tehát nem az élvezeteket keressük, hanem az örömet. Ugye van, aki ezek között nem is tud különbséget tenni. Az élvezetet hajhász, az örömet nem keresi, de az a belső öröm, az belső erőt is ad az embernek. És nem csoda, hogy ma egyre több ilyen különböző tanácsadói, meg lélekvezetői előadások vannak, pontosan azért, mert az ember már kezdi elveszteni a lelkét. Most egészen globális szinten elemzett és beszélt és értelmezte Szent Ferenc útmutatását, viszont fejezzük a beszélgetést szűkebb környezetünkkel. Itt most jelenleg hol a baj a családban, ebben a szűkebb közösségünkben? Mire kell legelőbb orvoslást találni? Itt azt hiszem, hogy a legelőbb orvoslást vagy megoldást kellene találni arra, hogy hogyan tudjuk a meglévő erőt nagyon jól beosztani, és adni azt, amit adni tudunk. Ahogy mindennapiasan szoktuk mondani, nem csodákat akarunk tenni, de meg
tenni a saját kötelezettségünket. Tulajdonképpen a csoda is úgy keletkezik, hogy kitartóan tesszük a hűségesen a saját feladatunkat. Ez pedig először is azt került elő, hogy én és minden ki, aki itt van a ferencesek közül, saját maga helyt tudjon állni, és tudja hirdetni az evangéliumot ott, ahol van. A Pax Romana, vagy magyarul a Római Béke elnevezésű szervezetet 1921-ben alapították svájci fiatal értelmiségiek. Céljuk a tartós világbéke elérése volt. 1991-ben létrejött a magyarországi, majd 1993-ban a vajdasági Pax Romana. Topolyáról több család érkezett Bács-Fekete-hegyre a vajdasági Pax Romana keresztény értelmiségi szervezet negyed évszázados működésének megünneplésére. Valamennyien keresztény szellemben, keresztény értékrend szerint élnek és nevelik családjaik. Hiszünk is ezekbe az értékekbe, akkor már eleve mi vagyunk a saját magunk legnagyobb kritikusai és legnagyobb ellenőrei, tehát a lelkiismeretünk kialakul, és azzal összhangban csak is úgy lehet élni. Mi is rendszeresen járunk a feleségemmel a templomba, és ez valahogy adott volt, hogy a gyerekek is jöttek velünk, és hát azóta is lássuk, hogy mivel hogy már hárman külön élnek tőlünk, de még a mai napig is rendszeresen járnak templomba. Én római katolikus vallású vagyok, és így is neveltem a családjaimat ebben a szellembe, és az unokájaimat is, mindenki meg van keresztelve, bermákozók voltak, és most született egy nagyon aranyos, szép kis dédunokám, arra is nagyon büszke vagyok, de őt is meg fogom tanítani imádkozni, és népdalokat énekelni. A 25 évét ünneplő vajdasági keresztény értelmiségi szervezet egynapos rendezvényének idei témája a család volt. Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a nagycsalád vállalása nem elsősorban a társadalmi gazdasági körülmények függvénye. Tapasztalataik szerint a házastársak értékrendje a döntő tényező. Az, hogy mennyire érzik legfőbb feladatuknak a gyereknevelést. A hit, illetve az az életmód, amit a vallás hát megkövetel, az sok mértékben kihat arra, hogy a szülők több gyermeket vállaljanak. Ugye itt nem csak az, hogy egyet, kettőt vállaljanak, hanem többet. Általában, ha megnézzük például a legutóbbi időkben azokat a családokat, akik például a példamutató nagy család díjakat kapták, a többségük azok hitben, illetve vallásos közösségben élnek, és hát maguk is gyakorolják a vallást, általában ugye a keresztény vallást. Plébánia, mint olyan önmagában közösség nélkül elképzelhetetlen. Mindenki meg kell, hogy találja benne a helyét. Legyen az idős, fiatal, középkorú vagy gyerek. Ezért vannak különböző foglalkozásaink. A foglalkozások, itt gondolok a minisztrálás, a felolvasás, a gyerekkorús ifjúsági zenekar, vagy a Szent Monika keresztény édesanyák imacsoportja, vagy a Rózsafüzér Társulat cserkész csapatról, ugye elfelejtettem szólni. Tehát ilyen értelemben ezek azok a közösség megtartó struktúrák, amelybe mindenki megtalálja maga helyét, megtalálja maga szerepét, megtalálja maga feladatát. Az a tapasztalatom, és a mai előadásomban erre tértem ki, hogy igazából ott tudunk, és azokra az egyénekre tudunk igazából csapat, oszlopos csapattagokként építeni, ahol eleve a családban megvannak azok a feltételek, amelyek őket felkészítették arra, hogy a keresztény értékrend az fontos. Tehát a gyermeket csak elküldeni a templomba, a gyereket csak beíratni hittanra, de a szülők maguk nem gyakorolva vallásukat, soha nem imádkozva, soha nem beszélve azokról az értékekről, amelyek
a vallásunkhoz, az Isten szeretetünkhöz, az Istenhez kapcsolódásunkhoz kötődik, azok a gyerekek soha nem lesznek vallásosak. Ilyen értelemben a család fontossága és szerepe egy újonnan felnövekvő generációban, hogy ők milyen sablonokat kapnak, milyen értékeket kapnak, ez elsősorban is a családban alakul ki. Délelőtt ökumenikus istentiszteletet tartottak, majd a tisztújítón a szervezet elnökük ismét Paskó Csaba plébános lett. Óta vagyok itt Csantavéren, előtte 4 évet káplánoskodtam Szabadkán, úgyhogy 2003-ban szenteltek pappám. Egyik társam hívott, hogy hát én is kipróbálhatnám azt a minisztrálást. Nagy izgalommal álltam először az oltár közelében, és annyira megszerettem a minisztrálást, hogy később nem csak heti rendszerességgel, hanem minden napot voltam a Szentmisén, hogy a Jóistent így az oltár közelében szolgáljam. Mindvégig azt érezve, hogy a Jóisten engem a papi szolgálatra hív. Utcai Róbert a Délvidék egyik legkedveltebb papja. A temerini születésű, földműves családból származó plébános Csantavéren a páduai Szent Antal templomban szolgál. Vasárnaponként 8-900, ünnepekkor 1100 ember előtt celebrál szentmisét. Rendhagyó prédikációkkal készül, modern együtteseket hív, vagy akár még pókembernek is beöltözik, ha ezzel közelebb tudja hozni az embereket Istenhez. Nem utolsó sorban említeném meg az ifjúsági hittanos csoportot, akik mindig valami különös dologban próbálnak segíteni, tanácsot adni. Hát így került már elő Szentmisén a Sörös Korsó is az ő javaslatukra, illetve az ő kérésükre. Volt olyan prédikáció, amikor ezt a szemléltető eszközt használtam fel egy történet, illetve egy üzenet átadásához. Ez már 4 vagy 5 évvel ezelőtt történt, és mind a mai napig idős emberek is emlegetik, hogy bezzeg az a sörös prédikáció, az egy különös dolog volt. Úgyhogy vannak szemléltető eszközök, amik közelebb hozzák a lényeget. Én ezeket szeretem felhasználni. Úgy érzem, hogy egy papnak nem csak az a feladata, hogy elmondja a szentmisét, ez az elsődleges, a lelki élet és annak ugye az előre segítése. Viszont jó az, hogyha a pap megpróbál emberközeli személyé válni, tehát olyanná, akihez bátran fordulhat mindenki. Én úgy gondolom, hogy a nyári táborok meg a különféle lelki napok ebben segítenek, hogy egy gyerek azt megtapasztalja azt, hogy a pap nem egy ilyen maslakó, egy ilyen űrlény, akit sajnos csak messziről láthat, hanem oda mehet hozzá, egy kicsit játszhat vele, kicsit beszélgethet vele. Ezek olyan élmények, amik valószínű később majd azon az úton segítik, hogyha probléma vagy ha öröm van, akkor is a paphoz tudjon fordulni. A csantavéri plébános 200 általános iskolás és 300 középiskolás hittanossal foglalkozik. A hét több napjára programokat szervez nekik. Biciklitúrát, hangszeres oktatást, tánctanulást, irodalmi, színjátszói felkészítőket. Utóbbiakat a Takács Gáspár teremben. Takács Gáspár, aki ezt a gyönyörű templomot építette itt Csantavéren, nem csak a szentmisét mutatta be, hanem különféle érdekes programokat szervezett a falu lakosságának. És én úgy gondolom, hogy méltó az, hogy róla nevezzük el ezt a termet, ahol úgy szintén kultúr, illetve szellemi gazdagodás is folyik folyamatosan, és így próbáljuk a jövő generációkat, illetve a falu lakosságát nem csak a Jóisten felé segíteni, hanem egymás felé is ebben a közösségi teremben. Adjon Isten! Hogy van, hogy van? Hát gyöngé! Meséljen, mi újság magánál?
Amikor egy beteghöz kilátogatok, akkor a Szent Jónásra, illetve a Szent Áldozásra van lehetőség, hogy ebben részesüljön a beteg, vagyis a Szent Áldozáshoz járuljon. Azaz, hogyha igény tart rá, akkor a betegek szentségét is feladom rá. Na most, hogy mire van ilyenkor lehetőség? Szegény betegeknek, akik magányosak, jó az, hogyha a szentségkiszolgáltatás mellett néhány szót mesélhetnek magukról, vagy épp a szenvedésükről. Sokszor nem csak a betegség keresztjét viselik ezek a személyek, hanem a magányosság keresztjét is. Jó egészséget! Találkozunk első pénteken! Minden jót, Isten vele! Az évi közel 300 beteg látogatás mellett az adminisztrációs feladatokat is el kell látnia. Csantavéren ez sem hagyományos módon zajlik. Az igazság az, hogy én magam is nagyon szeretem, ha egy boltban, legyen az élelmiszer vagy ruházati boltban, ráfutok akcióra. És az elmúlt években így a papi szolgálatom folyamán elgondolkodtam, hogyha én ezt ennyire szeretem, hogy akciós dolgot vásároljak, akkor milyen jó lenne, hogyha ilyen akciós héttel örömet szereznék az embereknek. Ez azt jelentette, hogy az irodában, azaz itt a hivatalban bárki bármilyen ügyet jött intézni, olcsóbban tudtál intézni az ügyet, szentmisét vagy bármi mást íratni, illetve mindenkit ezen az akciós héten megvendégeltem valamivel, vagy egy kávét főztem, vagy csokoládét, vagy valami más apróságot ajándékoztam nekik. Felújított templom, Szent Háromság szobor, Szent István mellszobor, sorolhatnánk az elmúlt évek eredményeit. Hát mi papok sok esetben abban mérjük a sikerünket, és akkor érezzük jól magunkat, ha sok épületet felújítunk, ha sok épületet felépítünk. Így most visszatekintve az elmúlt 10-11 évre, amit itt Csantavéren töltöttem, én magam is néha megveregetem, hát ilyen öntelten a vállam, hogy sikerült a templom tetőt felújítani, sikerült egy szép közösségi termet építeni, sikerült a templom előtti teret kialakítani, a kálváriát felújítottuk, és még sorolhatnám tovább, de ha szívemre teszem a kezem, akkor igazi siker számomra az, hogy vannak itt hívek Csantavéren. A Jóisten kegyelméből tudok úgy közvetíteni feléjük az isteni szeretetből valamit, hogy ők szívesen vannak itt az oltár, illetve a templom közelében.